A pályázatot a belügyminisztérium kizárólag önkormányzatok részére írta ki, melyre még november 7-éig kellett elküldeni a városnak az összeállított pályázati anyagot. A pályázatban 7 millió forintot tud igényelni Kiskörösváros önkormányzata. Lakosságszám arányában lehet ezt az összeget lehívni. A pályázat egy vissza nem térítendő támogatás. Kollégáimmal együtt bejártuk azokat a helyszíneket, ahol feltételezhetően illegális hulladékok kerültek elhelyezésre. A beadásra kerülő pályázati anyaghoz a hivatal munkatársai fénykép dokumentációkat is csatoltak, mely elkészítése során feltérképezték a városban elhelyezett illegális hulladék lerakók számát. 19 helyszínen, ami önkormányzati tulajdonban lévő területről beszélünk, közterületről vagy önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanról, tehát 19 helyszínről fogjuk összegyűjteni majd a szemetet. Összesen körülbelül 700 köbméternyi szemét ez. A lakosok felé úgy tudnám ezt szemléltetni, hogy ha már jártak a hulladék udvaron, ott a legnagyobb elhelyezett konténer az 32 köbméteres, ebből egy 22-t tudunk megtölteni ebből a pályázati összegből. A lakosság részéről illegálisan elhelyezett hulladék összetétele igen változatos. A szabálytalan szemetelők arányán javított a hulladék udvar megnyitása, amely mindennemű hulladékot képes fogadni. De még így is akadnak olyanok, akik nagy mennyiségben a közterületeken, a város különböző félreeső helyein hagyják szemetüket, építési törmeléküket, kiselejtezett elektronikus tárgyaikat. Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követel. Ez szabálysértésnek jogkövetkezménye lehet. Vannak olyan esetek, amikor egyértelműen beazonosítható, hogy ki volt az illegális szemetelő. Közterület felügyelő kollégám, amikor ilyen illegális hulladék lerakót talál, az az első dolga, hogy valamilyen szinten átnézi. Volt már rá példa, hogy találtunk benne csekket, olyan papírokat, ami arra utalt, hogy esetleg meg lehet találni azt az illetőt, akinek a szemetét oda elhelyezték. Első körben felszólítjuk arra, hogy ezt a szemetet, ezt oda kellene elhelyezni, ahova ez való. Amennyiben ez nem történik meg, akkor sajnos a feljegyzés készül, át van adva a hatósági osztálynak, és a hatósági osztály folytatja le az eljárást az érintettel szemben. Pozitív elbírálás esetén a pályázat megvalósítása jövő év elején kezdődhet meg. A belügyminisztériumnak még ez évben döntést kell hozni arról, hogy mely települések jogosultak a forrás lehívására.